Békesség néktek! Annyira az igék járnak a fejembe, meg az elmúlt napok eseményei, hogy nem is kívántam boldog új évet senkinek. Na de hát most akkor kívánok innen. Áldott új évet kívánok mindenkinek. Isten igéjét fogom hirdetni, mert azért mégiscsak az a legfontosabb, és a Bibliában nem is nagyon van újévi vagy szilveszteri ünneplés, de azért nem baj, ha mi ezt is kihasználjuk arra, hogy számba vegyük Isten igéjét, meg magunkra is vessünk egy pillantást meg az Úrra. Az igét a Mózes első könyvéből fogom olvasni, a 19. fejezet 29. verséből. Mózes első könyve 19. fejezetének a 29. versét olvasom, amit felállva hallgassunk meg Istenre figyelő szívvel. És történt, amikor elvesztette Isten annak a környéknek városait, megemlékezék az Isten Ábrahámról, és kiküldte Lótot a veszedelemből, amikor elsüllyesztette a városokat, amelyekben lakott Lót. Imádkozzunk! Mennyei, édesatyánk! Csodálatos a te szavad, a te igéd. Kérünk téged, hogy melegítsd fel az igét ebben az órában, és melegítsd fel a mi szívünket is, Uram, hogy egymásra találhasson az ember benseje és az Isten igéje, és így tudjunk hozzád kapcsolódni, veled közösségben lenni most is, Jézus Krisztus nevében. Amen. Uraink el. Az utóbbi időben sokszor nyúltunk Ábrahám történetéhez, amelynek szerves része a Lót története is. És ahogy most újból elénk került a bibliaolvasás során ez a régi jó történet, egy újabb oldaláról világította meg ezt a számomra Isten. Ezt szeretném ennek az új évnek az első napján a színetek elé hozni, reménykedve abban, hogy építő, bátorító lesz mindannyiunk számára. Nézzük egy picit azt, hogy milyen viszonyban is volt Lót és Ábrahám egymással. Talán a rokoni kapcsolatot azt egyből tudjuk mondani, hogy Lót az unokaöccse volt Ábrahámnak. Ábrahámnak volt két testvére, Náhor és Hárán, Táré volt az apukájuk. Mintha úgy tűnne a Bibliából, hogy hármas ikrek voltak. Tehát nagyon, nagyon erre lehet következtetni, mintha egy évben születtek volna. Na hát azt nem tudjuk pontosan, vagy nem írja így külön az ige, de az biztos, hogy három fiú volt, és Háránnak született egy fia Lót, és azután Hárán meghalt. Lót így állva maradt. Lót anyukájáról nem olvasunk, nem tudjuk, hogy mi lett vele, nem jelenik meg a történetben, legalább fél árva ez a Lót. Ábrahámnak a felesége Sára volt, nekik meg nem volt gyerekük. Na gondoljátok el, hogy ha tényleg ezek ikrek voltak, ez a három férfi, akkor Ábrahámnak lehetett volna a gyermeke Lót. De nekik nem volt gyermekük, Lótnak meg nem volt legalább apukája, az anyukájáról hallgat a Szentírás, úgyhogy nagyon úgy tűnik, hogy mint egy befogadta, fiának fogadta Ábrahám Lótot, úgy nevelte, úgy szerette. Tehát az elesettek egymásra tudtak támaszkodni. Az egyik azért, mert nem volt gyermek, a másik azért, mert nem volt szülője. És akkor az apukájuk Táré összeszedi ezeket a nyomorultakat, Náhornak úgy összejöhetett az élet, le tudott telepedni, ő megtalálta a helyét Ur-Kasdínban, de Táré elhozta ezeket a csonkabunkákat, ezeket az árvákat, ezeket a gyermekteleneket, és elindult velük. Nem tudom, átkozottnak tartotta ezt a helyet, vagy Isten, ahogy korábban Elek Sándor testvér is boncolgatta, hogy már Ábrahámot akkor elhívta, és az apuka úgy döntött, hogy na, akkor Ábrahám elhívása szerint induljunk el, de ugye nem érkeztek el az ígéret földjére, félúton a elhunyt Hárán
fiú nevével megegyező városba, Háránba telepedtek, és ott laktak. Azután majd innen indulnak Táré halála után Ábrahám és Lót az ígéret földjére is megérkeznek. Kettejük viszonya egy nagyon érdekes viszony, az alapigénk is erről szól, és tulajdonképpen azt lehetne tömören összefoglalni, hogy mi jellemezte a kettejüknek a kapcsolatát, hogy Lót megáldatott, áldottá vált Ábrahám miatt. Egy áldott ember volt. Ábrahám miatt Isten megáldotta Lótot. Három területen látjuk ezt, vagy vettem én észre ezeket az áldásokat, lehet többet is talán összeszedni a Szentírásból. Az egyik az, amikor Lót meggazdagodik Ábrahám mellett. Nem csak azt olvassuk, hogy Ábrahámnak lettek ökrei, szamarai, juhai, szolgálói, szolgáló leányai, hanem azt olvassuk, hogy Lótnak is lettek Ábrahám mellett ugyanilyen vagyontárgyai, és már nem bírta meg őket a föld, nem tudtak együtt legeltetni, muszáj volt külön válni. Szóval Ábrahám mellett Lót is gazdagságra jut. Az ő nevelő apukája, az ő nagybátyja mellett ez az áldás az övé lesz. Aztán tudjuk azt is, hogy Lót sodródik mindig kifele. Először feltekint, és azt mondja, nagy szépek a legelők, elmegyek én a legelőre. És mire a következő történet, tehát olvasunk a Szentírásban, már nem ott a természetben lakik, nem a legelőn lakik, nem sátorban lakik, hanem urbanizálódik, társadalmi hatások rá is nyomást gyakorolnak, és beköltözik Sodomába. Itt látjuk Sodoma városának a polgáraként, egyik előkelő polgáraként, mert a kapuban ült, és ott a vezetők ültek. De ugye történt egy háború ebben az időben, Kedorláomer letámadja a Sodoma Gomorra királyát, több király egyesül, másik több egyesült királlyal, és van egy nagy háború, és ennek a háborúnak az lesz a vége, hogy Sodomának a lakosait is többek között fogságba ejtik, elviszik a vagyonukat, feleségüket, gyerekeiket, és elhajtják őket, hogy rabszolgák legyenek, és az állataiktól, a vagyonuktól megfosztják őket. Amikor ezt Ábrahám meghallja, akkor olyan kötelességének érzi a gyámságot, hogy ezt tovább gyakorolja Lót felett, pedig Lót már elszakadt tőle. Egy lépésre akart elszakadni a szép területekre, a jó legelő területekre, de már két lépéssel szakadt el, de Ábrahám utána megy Lótnak, és legyőzi ezeket a királyokat, nem is tudom, 312 emberével, ha jól emlékszem, fényes győzelmet arat az egyesült győztes királyok felett, és kiszabadítja Lótot. Megint azt látjuk, hogy Lót áldás alá kerül Ábrahámért, Ábrahám miatt. És aztán van egy harmadik történet is, innen szól az alapigénk is, 19. vers, hogy amikor már maga Isten pusztítja el ezt a várost, akkor jönnek az angyalok, először ugye Ábrahám imádkozik, és könyörög a városért, közben jár, és azután, amikor nem volt annyi igaz, 10 igaz sem volt a városban, ez egyébként Lót családjának a létszáma, tehát Ábrahám látta, hogy ha az unoka öcskösnek a családja, a lányai, a felesége nem elég szentek, nem tudják az Isten igéjét, az Isten áldását nem tudják képviselni, akkor nincs miről beszélni tovább. Akkor tarthatatlan a város. Ha nincs egy szent család, akire tekintettel Isten megáldja a várost, akkor nincs miről tovább beszélni. Az elragadtatásunk után ezért lesz nagy jaj ennek a világnak, ennek a földnek. Mert most még miattunk megáldatik Berettyújfalu, meg Szeghalom, meg a világ összes határa. De ha nem lesznek hívők, akkor nem lesz, aki feltartóztassa az Isten ítéletét. És mégis, noha 10 nem volt, és a város nem tudták megtartani, de ahogy olvastam is, Ábrahámra nézve, Ábrahámra emlékezve Isten megszabadítja Lótot. Harmadjára is áldás származik Lótra Ábrahám miatt. Nem csak
az Ószövetség ismeri ezt, hanem az Új Szövetség is ismeri azt, amikor egy ember miatt Isten megáld egy másikat. Korintusi levél 7. fejezetének a 14. versében olvasunk erről, ezt el is olvasom. 1 Korintus 7.14. Jól ismerjük egyébként ezt a verset. Hát olvasom a 13-ast is. Amely asszonynak hitetlen férje van, és az vele akar lakni, el ne bocsássa azt, mert megvan szentelve a hitetlen férj az ő feleségében, és megvan szentelve a hitetlen asszony is az ő férjében, mert különben a ti gyermekeitek tisztátalanok volnának, most pedig szentek. Tehát itt a nem megtértek, a nem hívők, mint ahogy Lót sem volt igazán a hitnek az embere, Ábrahám hitembere volt, de Lót nem volt a hitembere. De Lótra áldás jött Ábrahámból. Ábrahámra tekintettel, Ábrahámra emlékezve. És hogyha vannak olyan hívők voltak, és vannak olyan hívők, ahol felemás igában vannak, nem azért, mert úgy házasodtak, hanem megtért az egyik, a másik meg nem tért meg, akkor a hitetlen fél meg lesz szentelve, meg lesz áldva, Isten máshogy fog rátekinteni, mint egy átlag emberre. És a gyerekeik is, akár a felemásigásoknak, akár a hívő családoknak a gyermekei is ilyen áldottak, ilyen megkülönböztetettek. Nagyon jó áldott embernek lenni. És nagyon jó olyannak lenni, akit valakiért megáld az Isten. Én nagyon élvezem azt, nagyon szeretem azt, amikor imádkozok valakiért, és látom azt, hogy Isten annak a másik embernek az életét formálja. Az egy csodálatos élmény, nagyon nagy ima, megtapasztalás, és egy nagy öröm forrás, hogy nem hiába való az én imádságom. És nagyon sokszor megtapasztalom, hogy értem imádkoznak emberek. Értem imádkoznak testvérek. És van olyan, hogy teljesen elcsüggedek, vagy elfáradok lelki értelemben is. És van valamilyen kihívás, vagy valamilyen szolgálat. Volt olyan, hogy beléptem egy gyülekezetbe, és amint oda beléptem, mintha aludtam volna 10 óra hosszát. Teljes lelki erőben, teljes testi frissességben, értelmi frissességben tudtam végezni a szolgálatomat. És tudtam, hogy ez nem tőlem jön. Én nem szolgáltam rá. Nem kerestem úgy az Urat, vagy nem kereshettem, vagy vétkeztem azzal, hogy nem kerestem. De azok a testvérek, akik ott voltak, azok értem, könyörögtek, és reám szállt tőlük az áldás. És biztos vagyok benne, hogy te rád is szállt már áldás másnak az életéből, másnak az imádságai hatására. Különösen, ha hívő családba születtél. És ugye sokszor elhangzik, hogy olyan jó nektek, akik a világból tértetek meg, mert ti tudjátok, hogy mi az igazi bűn, mi van a világban, meg tudtatok térni olyan komolyan, olyan nagy látványos bűnökből is meg tudtatok térni. Mi meg úgy szerencsétlenkedünk, hát mindig olyan tiszták voltunk, mindig olyan szentek voltunk, nem is tudjuk, miből kéne pontosan igazából megtérni. Néha az az érzésem, hogy amikor így beszélnek hívő családból származott fiatalok, akkor ez nem más, mint vágyakozás a világi bűnök után. Ti olyan szerencsések vagytok, hogy nektek nem voltak hívő szüleitek, ti belemehettetek az éjszakának a világába, a különféle élvezetekbe, ti fenékig élvezhettétek az életet. Minden jöhetett csűstül, mert nem volt erkölcsi értékítélet, nem volt Isten igéje, nem volt szülő, aki megrázza az ujját, vagy ellenálljon nektek. Nem így van ez. És biztos értékes tapasztalat nagy bűnökből megtérni. De mindig azt látom, hogy behozhatatlan előnyük van azoknak, akik hívő családban növekedtek fel. Behozhatatlan. Ha én rágyorsítok, beindulok, ha én szeretnék előrébb jutni, és előre is jutok, azt látom, hogy aki gyerekségétől fogva ismeri az írásokat, és ő is az Úrra figyel, megint előttem van, jó pár kocsi hosszal.
megint be akarom hozni, na majd én jobb szolgálja leszek az Úrnak, ott megint előttem vagy. Behozhatatlan a hátrányunk. Nagyon csodálatos dolog, amikor úgy fogan meg egy élet, hogy már a fogantatása előtt imádságban el volt készítve. El volt készítve a fészke, a lelki fészke. Ha vagytok ilyenek, akkor ti áldottak vagytok a szüleitekért, a gyülekezetért, a testvérekért vagytok áldottak. Isten rátekintett arra a közösségre, és megáldott benneteket. Erről szól a gyermekbemutatás is. De nem csak a hívő családban növekedett gyermekekről van itt szó, hanem mindenféle áldásról szó van, amit valakiért az Isten ad neked. És tudjátok, hogy ott volt Mózes is, aki érdekes módon Isten összekötötte az áldást Mózessel. És amíg felemelte a kezét a csatában Mózes, addig győzött az ő népe. Amikor elfáradt Mózes, akkor nem győzött. És Isten nem volt megértő. Nem azt mondta, szegény Mózes, most már elfáradt. Emberi előtt meghaladó, amit én kérek tőle. Úgyhogy most megáldom Mózes nélkül is a népet. Nem áldotta meg Mózes nélkül a népet. Muszáj volt, hogy fent legyen a keze. Jött Áron és Húr, felemelték az ő kezét, segítettek neki, és úgy jött az áldás. És lent pedig győzelem volt. És lehet, hogy sok embernek a keze van felemelve, hogy te győzedelmes vagy. És lehet, majd csak oda át tudjuk meg, hányan imádkoztak érettünk. Mi minden játszott össze, amiről nem tudunk, ami a háttérben volt, amiről tudunk. Olyan áldottak az áldottak, testvérek. Olyan jó, amikor minket megáld az Isten valakire tekintettel. És tudjátok, az egész életünk nekünk erről szól, mi muszáj, hogy így legyünk, ha még egy picit lejjebb megyünk, még egy jó nagy lépéssel megnézzük az alapokat, amire rávilágít nekünk az Efezusi Levél első fejezet harmadik verse. Így szól ez. Áldott legyen az Isten is, ami Urunknak, Jézus Krisztusnak atya, aki megáldott minket minden lelki áldással a mennyekben a Krisztusban. Szóval, ha Ábrahámra tekintettel, Isten megszabadította Lótot. Megemlékezett Ábrahámról, és megszabadította Lótot. Akkor ez sokkal inkább így van, abban az esetben, amikor Isten megemlékezik az ő fiáról. És megáld téged, meg megáld engem. Visszaemlékezik Isten. Nem a bűneinkre emlékezik, hanem a keresztre emlékezik. Azért emlékezik, mert valaki emlékezteti a mi mennyei atyánkat. És ez Jézus, aki minden nap közben jár értünk. Jézus ma a mennyben nem kipiheni a földi fáradalmakat, hanem dolgozik, közben jár. És az atyát szüntelen emlegeti. Mert különben jaj lenne nekünk. Különben mi áldatlanok lennénk. Különben nem lennénk jogosultak az Isten áldására. De Krisztusra tekintettel Isten megáld bennünket, visszaemlékezik, hogy mit tett az ő fia, hitben milyen tökéletes volt, engedelmességben teljesek voltak a cselekedetei, soha nem követett el egyetlen hibát sem. És azt mondja, atyám, meghallgatsz engem, meghallgatlak téged, fiam, mert te megérdemled. Áld meg őket, kérlek. Na, mert te kéred, megteszem, de egyébként nem érdemelnék ők meg, de rád tekintettel, rád emlékezve meg fogunk tenni. Ezért ülünk most itt. Mert az Úr Jézus emlékezteti az atyát. És mi is emlékeztetjük az atyát. Jaj, atyám, Jézusra tekints, kérlek, nehogy arra tekintsél, hogy én olyan sokat adakoztam 2017-ben, hogy méltó leszek 2018-ban minden áldásodra. Nehogy arra tekintsél, hogy én mennyit szolgáltam, mennyit tettem, nehogy legyen közöttünk valaki, aki így emlékezteti az atyát, mert átkot fog magára vonni, húzni. Hanem emlékeztessük az atyát szüntelen arra, atyám, a te fiad nevében, a te fiad nevében. Könyörülj, állj meg, látogass meg bennünket. Jézusért.
És lehet, hogy már a könyöködön jön ki. Folytasd akkor is. Jöjjön ki a szádon is. Meg jöjjön ki a szíveden is, hogy emlékszem, Uram, arra, hogy mit tettél, és emlékeztetlek téged arra, Uram, hogy mit tett a te fiad, és kérlek, az ő nevében áld meg engem. Reá tekintettel megáld bennünket a mennyei atya. Az Úr Jézus Krisztus áldozatára tekintettel megáld bennünket, mint hogy Lótot Ábrahám hitére tekintettel megáldotta. De szeretnék még egy lépéssel, most nem az alapok felé menni, inkább előre. És azt meglátni, láttatni, átérezni, gazdagodni abban, hogy Ábrahám nem csak áldott volt, hanem áldás. Áldás volt. 19. fejezetben, 29. versben már olvastam, hogy Isten megemlékezett Ábrahámról, és kiküldötte Lótot. De a 12. fejezet első három verse talán még szemléletesebben fejezi ezt ki. 1 Mózes 12, 1-2-3. Ez az, amikor Isten elkezd már személyesen beszélni Ábrahámmal, rögtön a vele való kapcsolata elején, amiről tudunk itt az igében, mondta az Úr Ábrámnak, ekkor ugye még ez a neve Ábrahámnak, eredj ki a te földedből, és a te rokonságod közül, és a te atyádnak házából a földre, amelyet én mutatok neked. És nagy nemzetté teszlek, és megáldalak téged, és felmagasztalom a te nevedet, és áldás leszel. És megáldom azokat, akik téged áldanak, és aki téged átkoz, megátkozom, és megáldatnak te benned a föld minden nemzetségei. Figyeltétek a különbséget? Megáldalak téged, áldott leszel, és te benned aztán meg megáldatnak a föld minden nemzetségei. Az történik most, ebben az órában is. Ábrahám hitéből valók vagyunk, beteljesedik a mi szemünk láttára az íge, mi is áldottak vagyunk, de nem csupán áldottak vagyunk. Ábrahámnak nem csak azt mondta, hogy áldott leszel, hanem azt mondta, hogy áldás leszel. És én azért jöttem ma el ide, és azért beszélek erről nektek, ilyen fáradtan meg a sokadik szolgálat után. Mert szeretném, hogyha mi 2018-ban áldás lehetnénk. Oda, ahova elmegyünk. Mint Jasó Attilának a munkatársa. Attila, mindig veled fogok jönni a Budapest belvárosába. Mert ha veled jövök, mindig van parkoló. Ha meg nem veled jövök, akkor sosincs parkoló. Téged mindig az Isten meghallgat. Azt mondja Attila, hát imádkozom is azért, hogy Uram, adj egy jó parkolót. Na azt mondja, téged mindig meghallgat az Isten. Na jó, hát persze ez egy picike dolog, és egy kicsit vicces. Na de valami hasonlóról van szó. Nem csak áldottak lehetünk, testvérek. Nem csak arról van szó, hogy ide nekem mindent. Hogy engem valakiért, a hívő szüleimért, vagy a jó elöljárókért, vagy mások imádságáért, a gyülekezetnek a hitéért, közösségéért, vagy Krisztus Jézusért áldjon meg engem az Isten. Ez nagyon jó, és Isten akarja ezt. Na de az a hitetlen feleség megáldatik ugyan, de áldássá nem lehet. A hívő férje mellett. Az a hitetlen gyermek megáldatik ugyan a hívő szülei által, de áldássá nem lehet. A szülei hitére tekintettel. Áldássá akkor lehet, hogyha egészen személyes kapcsolatba kerül Istennel. Na ez Lótnál nem volt. Lót egy áldott ember volt, de Lót nem lett áldássá. Ábrahám meg áldott ember volt, és Ábrahám áldásává lett másoknak. És amikor kimegyünk innen, találkozunk családtagokkal, emberekkel, munkatársakkal, osztálytársakkal, osztályfőnökkel, szomszéddal, ellenségekkel, barátokkal, testvérekkel,
akkor az kellene történjen, testvérek, ha valóban Isten szelleme tudja bennünk a Krisztus áldását teljessé tenni, hogy mi magunk vagyunk áldás. Mi magunk vagyunk áldás. Tudjátok, mit jelent az áldás? Görögül, hogy hangzik, erről volt már szó, ki tudja tükörfordításban, mi az áldás. Valaki suttogja ott hátul, hát nincs előtte mikrofon, nem hallom. Kihangosítom, én előnyösebb helyzetben vagyok. Jót mond. Jót mond. A logosz, logeo az ismerős nekünk. Az áldás úgy van, hogy eulogeo. Áld. Igében. Áld. És tudjátok, Krisztus azért lett áldássá, mert ő az Isten jó szava volt. Isten jót mondott rólunk Krisztusban, és testé lett az ige. Értitek? A testé lett áldás, a testé lett jó szó. Kegyelmi szó. És Isten azt akarja, hogy te legyél egy ilyen áldás, egy ilyen jó szó. És ahogy megszólítod a házastársadat, ahogy megszólítod a gyerekedet, az ellenségedet, az legyen egy jó szó. Az legyen egy áldás a másiknak az életében. Csak a testi megjelenésed. Jézus akkor is áldás volt, amikor Pilátus előtt nem mondott semmit. Vagy amikor a tanítványoknak csak példázatokban beszél, de nem fejtették ki annak a mélységét. És nem értették. Ő testében áldás volt. Szavaiban áldás volt. Cselekedeteiben áldás volt. Olyan jó lenne ilyen áldássá válni. Nem csak áldottá, hanem azon túl áldássá. Még egy lépéssel erőlébb. Ismerjük az éneket, ugye? Tégy Uram engem áldássá. Nem tudom, benne van ebbe az énekeskönyvbe, de ha benne van, akkor el fogjuk énekelni. Tégy Uram engem áldássá. Ez legyen ennek az évnek a kezdetén, ami imádságunk. És nem mindenki van olyan helyzetben, hogy ilyen áldott körülmények közé születik. Vagy olyan sokan imádkoznának érette. Mert én kiállok ide a szószékre, és azt mondom, hogy megyek mondjuk Erdélybe, vagy Kárpátaljára, imádkozzanak értem a testvérek, azt imádkoznak, aztán érzem az erejét. De valakik nincsenek ilyen jó helyzetben, hogy így kapják a segítséget, kapják az áldást, és ezeknek az embereknek meg kell küzdeni az áldásért. És Isten néha olyan helyzetbe hoz bennünket, hogy meg kell küzdeni az áldásért. Jákobot az első szülöttségi áldástól egy fél év választotta el. Hát ezt pontosan kiszámoltam tudományos alapon, hogy egy fél év választotta el. Lehetetlen volt, hogy ő valahogy elkapja az első szülöttségi áldást. Nagyon egyszerű volt ennek az oka, mert ő volt a második szülött. És ezért az első szülöttségi áldáshoz nem volt joga. Nem volt joga. És Jákob azt mondta, nekem kell az első szülöttségi áldás. Én ezt meg fogom szerezni. Akkor is, ha törik, meg akkor is, hogyha szakad. Addig forgatta a dolgukat. Addig küszködött, addig harcolt, lopott, csalt, őt is becsapták, ő is becsapt másokat, Istennel harcolt, angyallal harcolt, angyallal küzdött, áldj meg engem! Ne menj addig el, amíg meg nem áldasz! Na így kell testvére, így kell áldásra szertenni, értitek? Tehát valahogy az Isten nem nézte mindenütt jól szemmel, ahogy ez a Jákob csinálta a dolgokat. De hogy rászállt az áldás, az biztos. És abból nem lesz semmi. Egy nagy ellenség lett. Edomiták lettek belőle. Úgyhogy, ha te valahogy kirekesztődtél az áldás alól, ne vinnyogjál, mint egy agyonvert kutya. Jaj, hát én másodjára születtem, hogy lehetek én megáldva? Én nem hívő családba születtem, hogy lehetek én megáldva? Értem, nem imádkozik senki, hogy lehetek megáldva? Az én gyerekeim nem tértek meg, hogy lehetek megáldva? Nem kell vinnyogni. Hanem azt kell mondani, hogy Uram, én most harcolni fogok az áldásért. És engem áldjál meg. És én megküzdök ezért. Megharcolok ezért.
Nekem kell a te áldásod. Törjél be erőszakkal az Isten országába. Ne hagyjad annyiba a dolgokat. És ha Isten azt mondta, hogy 40 nap és elpusztul Ninive, mondd azt, hogy nem pusztul el. Mondd azt, hogy nem pusztul el. És öltözzél zsákruhába, és sírjál, és könyörögjél, és kérd az Istent, hogy változtassa meg az ő ítéletét. Krisztusra tekintettel. És meg fogja változtatni. És áldás leszel. És lehet olyan területeit az életünknek így hozni Isten elé, amik le vannak árnyékolva, van áldatlan területe. A fény nem jut el oda. Fényévnyi távolságra van onnan a fény. De te kéred, Uram, a te kegyelmedből, a Krisztusért, látod, hogy ő nevébe járulok, nem a magam hasznáért, hanem a te dicsőségedre cselekszem ezt. És én szeretném, hogyha megváltozna. És hogyha te ezt őszintén kéred, hívő igazi szívvel, akkor Isten megáldja az életednek azt a területét. És aztán áldássá tud téged is tenni. Testvérek, ma, ezen a napon, 2018. január 1-én, Isten meg akar téged áldani. Meg akar áldani. Azért, hogy először áldott légy, aztán azért, hogy áldás légy. Amen. Énekeljünk egy.